Melyik a számodra a legjobb audio recorder? Ma a Zoomnak a H-szériáiról fogunk beszélni két nagyon speciális vendéggel. Egyrésztről az AM7-et veszük bele a képbe, amit az okostelefonunkhoz vagy USB-C-s iPad-ekhez tudunk csatlakoztatni, valamint a Podtrac P4-ről, ami dedikáltan podcastelésre van. Nos, ha nem ismernéd a Zoomot, és itt nem a videóhívós appra gondolok, arról híresek, hogy nagyon jó minőségű és sokrétű felhasználást biztosító audioeszközöket csinálnak. A H-széria az a prosumer, tehát a még nem professzionális, a nagygyártásos vagy hangmérnöki szintre és amúgy hordozható eszközöket gyártanak, és valahol a Podtrac is ide illik, hogyha valaki még durvább szintet akar, akkor nekik az F-szériát ajánlom. Amúgy hangzásban, hangminőségben nagyon durva minőséget biztosít, 48 kHz-en tudunk hangot felvenni, és 96-on zenét, ami tényleg a legmagasabb szintje. És a H4n Pro-tól kezdve már XLR-rel is tudunk csatlakoztatni hozzá, ez mindig az a Podtrac-re, és mind a kettőre, mert van P4, P8, és a Transformers-re, én csak úgy hívom, a H8-ra. Ebben a videóban röviden bemutatom az egyes eszközöket, elmondom, hogy én melyiket használnám, melyiket választanám, főleg az árukhoz képest, és olyan mindegyikről készítettem külön-külön bemutató videót, amit most szépen itt hagyom a kezemet, és meg tudjátok nézni, de össze fogjuk hasonlítani, abból bevágok néhány klippet az audio tesztet is. Mielőtt belekezdünk, jöjjön az intro! Intro után valami ütőssel kell kezdeni, úgyhogy jöjjön egy disclaimer, a Zoom elküldte nekem ezeket az eszközöket, viszont semmilyen beleszólásuk nincsen abba, hogy én mit mondok róluk, úgyhogy a legőszintébb véleményemet fogjátok hallani. Kezdjük a legkisebbel, az AM7-tel, ami ugye nem a H-széria része, ezt bármilyen USB-C-s eszközhöz tudjuk csatlakoztatni, miért nem rakja át az Apple az iPhone-t USB-C-re, főleg az iPhone 13-nak a cinematic módjával, olyan jól jönne hozzá, ugyanis ő tudjuk használni mind audio felvételre, amihez van az Zoomnak egy dedikált appja is, illetve tudjuk videózáshoz is használni, mivel csak egy még magasabb szintre tudjuk vinni, az amúgy is nagyon jó már az okostelefonok, amikre képesek, hát hihetetlen, és ezzel még durvábban tudjuk használni, van rajta egy kis gain, tehát hangerőállító gomb, és a kihaló félben lévő jack portok is, tehát egy fül- vagy fejhallgatóval tudunk monitorozni is. A következő, ami már tényleg egy ilyen felvevő eszköz, az a H2N. Ez a nagy testvére a H1N-nek, és én inkább ezt választanám a H1N-nel szemben, pontosan azért, mert 5 mikrofon van benne, a felső kis tekerő által rengeteg funkció közül tudunk választani, és innentől kezdve mindegyik H-széria és a Podtrac P4 is használható audio interfészként, tehát közvetlen csatlakoztathatjuk a számítógépünkhöz, és ezen keresztül vehetünk fel. A H2N-t akkor választanám, hogyha nincsen és nem is tervezem a közeljövőben egy XLR mikrofonnak, mint például a Shure SM7B-nek a beszerzését, mert ide amúgy a Line-en keresztül tudunk csatlakoztatni jackes mikrofont, például egy Rode, Videomic, Goat, Mikrot, Pro-t, ilyeneket, és használhatjuk field recording, hangeffektek felvételére, beszélgetésekre is a H2N-t, úgyhogy ez nagyon jó választás lehet, vagy lenne, de árban nagyon közel van hozzá a H4N Pro, aminek a Black Edition-je 2020-ban jött ki, és itt már ugyanúgy ugye van beépített mikrofon, mint a H2N-nek a kapszulájába, de ez már egy sokkal profibb XY-os mikrofon, és megjelenik az XLR port, tehát akár a Shure SM7B-t is hozzá tudjuk csatlakoztatni, és nem csak egyet, hanem kettőt. Plusz találunk a hátulján ugyanúgy egy jack bemenetet, ami felülírja az XY mikrofonokat, de azáltal tudunk használni ugyanúgy az előbb említett mikrofonokat. Hát ilyen régi gameboyos feeling, tehát nincs benne érintőképernyő, az csak a H8-ban van a H-szériában, meg a Podtrac-ben sincs benne,
de nagyon könnyű használni, SD kártyára is felvetünk, ez is audio interfésszel van, és az, hogy egyben két XLR portot csatlakoztathatunk, ami például a legtöbb podcastes setupban is szerintem elég ritka, hogy többen beszélnek, illetve van beépített mikrofon, ez egy nagyon jó egyben lévő megoldás. De ha inkább a podcastekre szeretnénk fókuszálni, akkor itt jön be a Potrec P4, aminek 4 XLR portja van, és 4 monitoring, tehát egyes évvel az egyes trackeknek beszélői tudják fej- vagy fülhallgatóval monitorozni az, hogy mi történik, ezt egy mixbe, tehát mindenkit lehet hallani, és ha már mix, hozzá mixelhetünk, illetve rakhatunk Bluetooth-szal és USB-vel két telefonos hívást is, aminek van egy olyan külön funkció, hogy a telefonáló nem fogja hallani a saját hangját, csak magunkat, és ezt egy stereo mixben, illetve külön-külön trackenként is fel tudjuk venni. Amúgy vannak benne hangeffektek, de mi is rátölthetünk, használhatjuk arra, és brutál erős gain van rajta. 70 decibel, ami még egy olyan finom mikrofont is, mint a Shure SM7B megfelelő energiával tölt el. A Shure SM7B-nek is elegendő erőt tud adni, ami azt jelenti, hogy mindegyik inputnak külön-külön tud adni Phantom Power-t ezt a plusz előtt, 24 és 48 voltban is. Hogy részletesebben erre miért van szükség, meg miért fontos, a Shure-ról csináltam egy külön videót, amit hogyha ide kattintasz, meg is tudsz nézni. Na menjünk át a Transformers-re, a H8-ra. Ez az egyetlen az összes H-széria közül, aminek már van érintő képernyője, és az egész menü olyan, mintha az Apple CarPlay-t használnám. Brutál ez az eszköz. Az, hogy van benne 6 XLR vagy zene, valamilyen hangszer csatlakoztatható port, és ezzel a változtatható moduláris kapszulákkal lehet használni, így akár egyszerre 10 vagy 12 inputot is fel tudunk venni, és a menünek köszönhetően olyan könnyen eldönthetjük, hogy most ez zenére van, valamilyen field recording hangeffektekre használjuk, vagy podcastelésre is, nyilván egy óriási árkülönbség van egy Potrec 4 vagy egy H8 között, de akkor már bejöhet a Potrec P8 is, ami nyilván egy asztali kivitel, és hogyha azt mondjuk, hogy szeretnénk minden olyasmit, mint a Potrec P8-ban van, de elvinni magunkkal sokkal könnyebben, akkor jöhet képbe mondjuk a H8 is, és az nagyjából egy árba is van. Ha pedig árak, nézzük meg, hogy mennyibe kerülnek. Hát ez a kis pici eszköz, ami a versenytársaihoz képest a legjobb árértékarányban van, rengeteg funkcióval, 30 ezer forintért a miénk lehet. A H2N olyan 50 ezer, 60 ezer forint körül van, és 60-80 ezer forint között van a H4N Pro Black is, attól függően, hogy milyen kivitelbe szeretnénk megvenni, és hol vásároljuk meg, de ugye ez már nagyon közel van egymáshoz árban, és akkor eldönthetjük, hogy elég nekünk csak a jackport, vagy pedig szeretnénk magunkat future-proofingolni az XLR portokkal is. Nehéz döntés, de én úgy gondolom, hogy a H4N Pro Black felé húz a szívem, bár itt meg akkor bejön a következő versenyzők, a Potrec P4, ami 80 ezer forint körül van, de ez is közel van árba, és hogyha meg úgy érezzük, hogy van olyan eset, amikor nem elég a két XLR port, és annyira hangeffekteket nem veszünk fel, tehát nem használnánk ki amúgy sem a beépített XY mikrofonokat, akkor meg sokkal jobban megéri a Potrec P4-jel menni, hiszen ez az eszköz rengeteg funkcióval bír, amivel a H4N Pro Black szimplán csak azért nem, mert nem arra való, nem bír, de árban közel van egymáshoz. Ha pedig a legeslegjobbat szeretnénk, amivel már a megjelenésével is oda szunk a hova kell, tegyük vissza a kapszulát, akkor az a Zoom H8. Az, amire ez az eszköz képes, amennyivel sokkal könnyebb kezelni az érintőképernyőnek köszönhetően, semmilyen más Zoom széria H-ból, vagy az AM7, jó, azt felejtsük is el, vagy a Potrec szériából nem fér hozzá. De más is az ára. Ez azért már egy olyan
150-200 ezer forint között van, plusz ugye, ha kiegészítőket szeretnénk venni. Nyilvánvaló, hogyha már egy ilyen eszközünk van, ahhoz lesz egy több százezer forintos setupunk mikrofonokkal, lehet, hogy cloud lifterrel, különböző eszközökkel, más szint. Tehát nyugodtan dönthetünk, hogy valami egyszerűbbel kezdünk, és a megspórolt pénzből például vehetünk mikrofonokat, más kiegészítőket, mert amikor eljutunk erre a szintre, az egy dolog, hogy ez mire képes, de mindig ugye a legrosszabbra kell felkészülni, hogy van, reméld a legjobbat, számíts a legrosszabbra, és hogyha már van mondjuk egy H4-en prónk, ezt használhatjuk úgynevezett backup recordernek. Erről lehetne egy külön videó, hogyha érdekel a pontos beállítás, akkor kommentelj a leírásba, de összeköthetjük a H4N Pro-t például a H8-al, igazából a line-out kimenetnek köszönhetően, ami amúgy a fejhallgatós monitorozása szolgál, és akkor ez is fel fog venni. Tehát, hogyha valami oknál fogva, mondjuk ezt összekötjük a számítógépünkkel, SD kártya is van benne, de mennyi az esélye annak, hogy egy jeges medve elsétál előttünk most itt a videóban? Hát 50-50. Vagy igen, vagy nem. Na jó, használjunk egy stock footage-ot, és jöjjön egy jeges medve. Szóval az a lényeg, hogy ezt összekötve, akkor még van egy extra felvételi lehetőségünk is, és mi a lényeg? Egy olyan forgatáson, ami fontos számunkra, vagy fizetnek érte, hogy ha bármilyen baj történik, akkor is legyen valamilyen backupunk. Úgyhogy így is lehet ezekben gondolkozni. Mielőtt a végső gondolatomat elmondom, jöjjön egy hangteszt, amit az előző videókból, ahol külön-külön teszteltem ezeket az eszközöket, fogok berakni, bevágni. Nézzük meg, hogy szuperáltak az eszközök, érzünk-e bármilyen különbséget közöttük. Így hangzik az AM7. Hallhatjátok, hogy milyen különbségek vannak, hogyha most a Zoom H2N-ről halljátok a hangomat. Közel hajolok, és megnézzük, hogy így milyen, hogyha ezzel a mikrofonnal hallotok, és itt van az összehasonlítás, hogyha a Shure SM7B-vel hallotok. Ma a Zoom Potrec 4-ről fogunk beszélni. Beépített vagy kapszulán rárakott XY mikrofonnal hallotok, és most a Shure SM7B-vel hallotok. Hallottál különbséget ilyen YouTube-os kompresszióban? A konklúzió nagyon egyszerű, hiszen rengeteg opciónk, választási lehetőségünk van, és mindegyik eszközt amúgy rengeteg szituációba, több felhasználási módra tudjuk használni. Az egész arra összpontosul, és a nap végén azt a kérdést kell feltennünk magunknak, hogy mi mire fogjuk most, és a mondjuk közeli jövőben, vagy középtávoli jövőben használni, milyen hangminőséget szeretnénk, amihez ugye kapcsolódik, hogy már milyen eszközeink vannak, vagy miket szeretnénk beszerezni, XLR mikrofonok, és a többi, meg nyilván nem utolsó sorban, a pénztárcánktól is függ, hogy mondjuk milyen keretünk van az alkotásra, a videózásra, hangfelvételre, és abból mennyit szeretnénk erre költeni. Te melyiket választanád? Kérlek, írd meg kommentben, illetve a like-gomb alatt a leírásban találhatod az összes linket, további leírást, hogyha szeretnél még jobban belemélyedni, összehasonlítani, és ha most találkoztunk először és tetszett a videó, akkor akár fel is iratkozhatnál úgy, hogy a csengőt is benyomod. Azoknak, akik végignézték a videót, de nem tetszett, hát miért nézted meg, de azért köszi, hogy végignézted. Ahogy láttad, én olyan technológiai review-kat csinálok, bemutatókat, ami a videózáshoz, alkotáshoz kapcsolódik, aminek nem inkább a magának mondjuk a specifikációját ragadom meg, hanem hogy valós élethelyzetben hogyan érdemes használni, mikor mit válasszunk. Jövök ilyenekkel, minden, ami a videózáshoz kapcsolódik, de elviszlek titeket magammal forgatásokra is, ahol ilyen vlog-szerű módon, behind the scenes megmutatom, hogy hogy építem fel az adott helyszínt, milyen eszközöket használok, hogy veszek fel, majd átmegyünk Final Cut Pro-ba, és ott az editálásra plugineket mutatok be, hangeffekteket, hogy csinálok, hogy milyen fontos szerepe van a hangeffekteknek. Hogyha mindez érdekel, iratkozz fel! De ha még ezzel sem győztelek meg, képzeld el, hogy tavaly kiadta a HVG Vál Valóra címmel egy könyvemet, ami pont abban segít, hogy megtaláljuk azt, hogy mi az, amit szeretnénk, és ezt hogyan valósíthatjuk meg, hogy prezentáljuk az én márkánkat.
Ha a lájgomb alatt megnézed a leírás, akkor le van írva, viszont csináltam róla egy napi vlogot tavaly, 2020-ban, attól függ, mikor nézed ugye ezt a videót, ahol az összes fejezetet bemutatom külön-külön, tehát ha nem győztelek meg, hogy támogass azzal, hogy megveszed a könyvemet, és garantálom, hogy tetszeni fog, akkor kezd amúgy a videókkal. De remélem, hogy még találkozunk a következő videóban, vagy valamelyik másikban, ha úgy döntesz, hogy ide kattintasz és ezeket megnézed. Köszi, hogy itt voltál, szia, sziasztok!